stop tábla van, nem akarok 40 000 csekket kapni. Azzal is tudszok a videós boltból. Ez a gyerek vlogokban nagyon ott van. Ha az élet megvető, feldobja a kedved. Nézzél be a noszhoz, már ez legyen a terve. Na sziasztok mindenki, elérkeztünk az első autós vlogos videónkhoz. Már nagyon sokan vártátok remélhetőleg ezt a videót. Ne haragudjatok, nagyon meg vagyok fázva, ezt nézzétek el nekem. Ma több dologról lesz szó útközben, mindjárt berőfentem a gépet, amiben nincs klíma. Félre mondtam még múltkor, le kell tekerni az ablakot. De nem baj, több dologról lesz szó a Playitről, lesz szó arról, hogy Pécsen mit jelent az, hogy ha kedves vagy, milyen haszna van egyáltalán az életben, ha jó fej vagy és kedves, akkor lesz szó, hogy hol voltam, milyen új videók láthatóak rólam másik csatornákon, úgyhogy vágjunk bele, röffentsük be a gépezetet. Félig van a tank, úgyhogy nagyon jó. Elindultunk gyerekek, óriási, óriási indulás, reméljük a kamera nem fog leesni, mert akkor szép bajt kapok, a kukát nem visszük el. Kuka, menj innen, kuka! Gyorsabban kell menni, hogy a klíma működjön. Nem, lassan és óvatosan megyünk, figyelnem ki az útra, hogy minden rendben legyen. Na, úgyhogy képzeljétek el, megtörtént a Playit és a laptop szalonnak köszönhetően, ott voltam a standon, és hihetetlen, hogy mennyien voltunk, mennyi gyerek odajött, idősebbek is, és fantasztikus volt, és annyira jó éreztem magam, annyi szeretetet kaptam, hogy hihetetlen, nagyon boldog voltam. Köszönöm szépen az ajándékokat is, kaptam egy csomagot, amit sajnos Pécsen hagytam az egyik barátomnál, mert ugye ott aludtunk, de ő fogja hazahozni nekem, és be fogjuk mutatni videóba. Nagyon köszönöm, és tényleg odajöttek gyerekek is, és azt mondták, hogy szia Dani, te vagy a példaképem, idősebbek is, hogy tényleg ez a példamutatás, ezek a fantasztikus dolgok, amiket képviselek, hogy ilyenkor tudom meg, hogy ez igenis számít, hogy ennek van a jövője, és odajött utána két idősebb csaj. Most nem akarok nevet mondani, hogy melyik videósba csalódtak ott, és odajöttek és megköszönték, hogy én milyen jófej és kedves vagyok velük, gyerekek. Mert hogy egy-két videó sajnos nem úgy viselkedik. Persze, sokan vannak a gyerekek, már ugye megszoktuk, hogy dedikálunk, képet csinálunk, de én úgy gondolom, hogy világítást kell kapcsolni. Én úgy gondolom, hogy kedvesnek kell lenni, mert ez fantasztikus az, hogy ilyen véleménnyel vannak rólam az emberek. Ezért szeretek veletek találkozni, mert az a szeretet, amit kapok tőletek, az egyszerűen fantasztikus. És nagyon köszönöm nektek, hogy ennyire szerettek. Remélem tetszik ez a kis autós vlog, szerintem jobb, mintha csak a szobában leültem volna ott sztorizgatni. Így most megvan az első autós vlog. A következő, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy volt lehetőségem megismerni Bánki Beni családját. Ugye láthattátok, Csani Channel csatornáján van videó, gyerekek, képzeljétek el, ami nagyon-nagyon sokat nevettük, nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy köszönöm szépen, fantasztikus családja van Csani Channelnek, nagyon boldog vagyok, hogy megismertem őket, tényleg egyszerűen hihetetlen az, hogy mennyi pozitivitás és szeretet árad belőlük is, úgyhogy külön köszönöm nekik is, hogy létrejöhetett ez a kapcsolat, és ez is pozitív energiával töltött fel, és motivál arra, hogy még többet tudjunk. Hogy még többet tudjunk tenni a nézőkért, és megnevettessünk titeket, és hitelesek legyünk hitelesek, és azt mutassuk videóba is, hogy milyenek vagyunk, hogy önmagunkat adjuk. Stop tábla van, nem akarok 40 000 csekket kapni! Kanyarba ledűjt a kamera, meg kellett állnom. Gyerekek, ilyet hihetetlen, nem gyűn senki, nehogy itten belém jöjjenek, ne, hagyják ki menni. Köszönöm! Köszönöm szépen kedvességed! Úgyhogy ez a szombati nap, ez fantasztikus volt, tényleg a Playiten is a gyerekek, az ott dolgozók is a laptop szalonnál, hogy ezért szeret az ember ilyen helyekre járni, ahol szeretettel fogadják és értékelik. Úgyhogy ez számomra ez csodálatos nap volt. 70-nel megyünk, bocsánat uram, csak közben videózok, nyomom neki, megyünk, 90-re gyorsulunk. Kéne majd ilyen tartó nekem, így kamera tart az autóba, mert össze-vissza mozog nekem ez a kamera, itt meg ledől. Következő gyerekek, ugye lement a Playit, elmentem Csani Channelékhez videózni, fantasztikusan éreztem magam, és utána két jó barátommal bementünk a városba, ugye kicsit jól érezni magunkat. Ebben bementünk az egyik helyre, képzeljétek el, és hát nem volt hely,
Utána rám írt egy hölgy Instagramon, hogy látott minket, menjünk vissza, vagy találkozzunk. Úgyhogy csatlakozott hozzánk négy lány, az egyikben természetesen szerelmes lettem, de sajnos egy plátói szerelem fog maradni, de nem baj, de jól éreztük magunkat. Ebből is azt szeretném leszűrni, hogy mennyire jó, hogy ilyen könnyen tudok kapcsolatot teremteni, és ismerkedtünk, és jól el voltunk, haverjaimat is megismerték a csajok. Utána felismertek még srácok is, velük is jót dumáltam, és nagyon jól esik, hogy ilyen kedvesek velem az emberek. A következő, amit mondani szeretnék nektek, utána elmentünk, ott a Széchenyi tér sarkán van egy ilyen főtér, ilyen vendéglátó ipari egység, és ott nagyon kedvesek voltak a srácok, ehhez kapcsolódik a következő sztori. Patrik ugye ismert, a pincér srác, de Olivier nem, mint később kiderült. Elmesélem a sztorit. Ott ültünk a srácokkal, beszélgettünk, jó fejek voltunk, és odajön Olivier, a másik pincér srác, és mondom neki, hogy legyen szíves, hozzon 2 deci bort, az olcsóbbikból, mert már nagyon kevés pénzem volt. És azt mondta Olivier, hogy hoz nekem jobb bort, de azt ő fizeti. Azt mondom, biztos felismert Olivier, és meghív egy italra. Utána az történt, hogy a két barátomnak is egy-egy korsósört hoztak ki. Utána, hát mondjuk megkérdezem Olivért, hát ha ismer, és azért hívott meg minket, és nem, hanem hogyha kedves a vendég, akkor kiszoktak választani vendégeket, és meghívják őket, gyerekek. És ez annyira jól esett, hogy ez is a kedvességből fakad. Hogy kedves vagy a másikkal, és ezt viszonozzák, gyerekek, mindenhol viszonozzák. És tök jó ilyen helyekre bemenni. És utána elmondta, Olivier nem ismert, utána rám írt, hogy hatalmas videóim vannak, köszönöm Olivernek és Patriknak, és az ott dolgozóknak, a főtéri ott dolgozóknak, hogy ilyen kedvesek, úgyhogy főnök megbecsülheti ezeket az ott dolgozókat, mert fantasztikus emberek, és köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesek voltak. Tényleg nagyon jól esett, tényleg. És azt mondta az Olivier, hogy nem azért, mert ismert, hanem azért, mert egyszerűen kedvesek vagyunk, és ezt ő meg szeretné köszönni. Úgyhogy ennyi, gyerekek, ennyi. Az utolsó dolog, meg amit szeretnék nektek bejelenteni, tudom, hogy édesanyám minden videómat megnézi, és én már felköszöntöttem őt üzenetbe, meg személyesen is, mert ugye nem voltam pont itthon. De édesanyukámnak most volt a születésnapja, és anya, nagyon szeretlek, köszönöm szépen, hogy megszültél és felneveltél. Fantasztikus családot raktatok össze apával, ezt a kedves nézők is láthatják, hogy nagyon sok múlik a nevelésen. És tényleg apa és anya is rengeteget dolgozik azon, hogy nekünk mindenünk meglegyen, és eddig is megvolt mindenünk, és nagyon köszönöm nekik ezt a csodálatos családot. Anya meg apa akkor se fordult el tőle, amikor nagyokat hibáztam az életembe, mindenben támogatnak, mindenben segítenek, úgyhogy anya, Isten éltesse sokáig, még legalább 100 évig, nagyon szeretünk, és köszönöm szépen, hogy embert neveltél belőlem, és hogy kedvesnek látod te is, hogy a kedvességnek, meg a jóindulatúságnak, jófejségnek mekkora szerepe van az ember életében, és ha te kedves vagy másokkal, akkor ezt az élet visszaadja, és ez mindenféleképpen csodálatos. Úgyhogy nagyon köszönöm a családomnak, nagyon köszönöm anyának, Isten éltessen sokáig, anya, még egyszer. És remélem, kedves nézők, hogy tetszett nektek ez a kis autós vlog. Így jobban tudtam egy kicsit sztorizgatni, ne haragudjatok, nem borotválkoztam meg, meg alulról vesz egy kicsit a kamera, gyerekek, és olyan tokám van, hogy hihetetlen. Hihetetlen, hogy milyen tokám van, megfordulok, mert már kimegyek a világból, gyerekek. És lassan az utunk végére érünk, de remélem, hogy jól szórakoztatok, tényleg... Leírásban megtaláljátok a videókat a Csani Channel csatornáján és a középsulinak a legújabb részében óriási színészi alakításommal. A végén csók jelenet is található. De az a következő részben lesz csak egy kis bemutató, meg visszaszökök az esküvőre. Hát kicsit fájdalmas volt, amikor visszaszöktem, de jó éreztem magam. Úgyhogy összefoglalva, ez a pécsi play-it, az egész nap, amit ott töltöttem, ez számomra ez egy óriási pozitív élmény volt, és a nézőknek a szeretete, az elismerése mindennél többet ér nekem, mert ez feltölt, motivál, és azt sugározza felém, hogy megéri csinálni, ugye így interneten keresztül csak úgy tudjuk, hogyha lájkoljátok a videót, meg kommenteltek, de szeretem azt, amikor személyesen is elmondjátok ezeket, és tényleg gyerekek is, felnőttek is, nagyon köszönöm, hogy van értéke annak, amit képviselek,
és jövője. Ha esetleg ott voltatok Playten és találkoztatok velem, írjátok le kommentbe, küldjétek el Instagramon nekem a képeket, ott előbb el tudtok engem érni. Köszönöm az ajándékokat, valakitől még zsörnyitót is kaptam, képzeljétek el, meg azt a rázós rágót, úgyhogy köszönöm szépen. Hogyha a sztorikat itt autóba meséljem el, akkor jelezzétek egy like-kal, és akkor lesz még folytatása. Remélem, hogy szeretitek, ha új dolgok történnek a csatornán, és most ez az autós vlog, ez ilyen videó. Úgyhogy szeretném mindenkinek megköszönni, aki odajött hozzám, aki kedves volt velem, tényleg a csajokkal jól kijöttünk, a srácokkal, utána elmentünk egy szórakozó helyre, ott is nagyon sokan megismertek, és ott is kedvesen fogadtak, ugye ott felnőtt emberek vannak, meghívtak, köszönöm szépen a meghívásokat, és tényleg kedvesek, jót lehet beszélgetni, nem az, hogy jaj, az, hogy te vagy ez a YouTube videós, és akkor te biztos nagyképű gyerek vagy, hanem nem, beszélgetünk, jaj, a kamera elcsúszik. Úgyhogy nekem ez a Playt, ez egy csodálatos élmény marad, örök élmény marad számomra, hogy tényleg ilyen fantasztikus emberekkel találkoztam. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatásra, közben megérkeztünk a NASZ lakáshoz. Úgyhogy beindexelünk, nem dudálunk, csak beindexelünk, beállunk ide szépen a kuka mellé. És ennyi lett volna ez az autós vlog, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!